Hát hogy mint vagytok, édes öcskösök, mi hát a helyzet? Ez itt a játszma vége már, fiúk, the game is over. Te alkalmatlan hebrencs bátya, jobb, ha nem szólsz. Főúr, beszéljen, mi történt velünk, beszéljen hát, beszéljen. Vesztettünk, fiúk, mindennek vége, ez van. Mert sosem az történt, tökfejek, mit én akartam. Így jár a nép, mely fattyak kezére jut. Amilyen te vagy, te perverz, rókalelkű, mindenre alkalmatlan bátya. Ti csürhe fajzat öccsök. Apánk országát fegyverrel szerzendem vissza én. Nem voltál képes megőrizni sem, te hólyag. Miattatok ti Isten verte bátyák, nehogy már visszavívni. Hát csókolj meg, öcskös, pálcám megmutatja, hol. Csókomat kardomra bízom, adja át. Ti korcs fiúk, nem volt még elég a zűrből, apánk sírjánál éppeg. Részeges vérnősző bátya, hangodat se halljam, itt most a kard beszél. Kard ki kard, fiúk! Húj, hajrá! S mi lesz az Isten verte néppel? A nép, az jobbat érdemelt mi nálunk. A népfiúk, az porlik, mint a szikla. Nesztek, így vív Attila vére, tessék tanulni tőlem. És éppen itt, hol apánk sírja van. Nyesd beszéd! Te mentél át a vizen, kilátott Orony és környéke. Párbaj, avagy a 23. hóhullás, a szélnek ereszett bábú, vagy éppen az uniformis látogatása. Kötetek, amelyek mind-mind Szőcs Géza erdélyi költő nevéhez fűződnek, és versek százai, amelyek többnyire a rendszerváltás előtt és környékén íródtak, bemutatva a kommunista, azon belül is a Ceausescu rezsim igazi oldalát. Az irodalmár politikus a Füst Milán díjtól kezdve a Kossuth díjig mindent megkapott már. Köztük a József Attila díjat is, ám azt egy kicsit akadozva. Amikor először megkaptam a József Attila díjat, illetve nem kaptam meg, esetleg ezt elmesélem, akkor még nagyon nagy jelentősége volt, nem is annyira az önértékelésem szempontjából, hanem abból a szempontból, hogy azért az egy névjegy volt az irodalmi világba, egy belépőkártya, ha úgy tetszik, és ilyen szempontból, miután én pont akkoriban elég bizonytalan helyzetben voltam, nem is egzisztenciálisan értem, hanem a helyemet kerestem a világban, az egy fontos hivatkozás, vagy ismeret lett volna, ha akkor kapom meg a József Attila díjat, amikor ezt nekem szerették volna ítélni. És ez úgy emlékszem, hogy 1989-ben volt, és akkor valaki Isten tudja, hogy a pártaparátusban, vagy a minisztériumban, vagy valahol azt megakadályozta, hát ellenezte, és emiatt, noha már gyakorlatilag megkaptam az értesítést ezzel kapcsolatban, akkor kiderült, hogy mégsem. Aztán eltelt egy vagy két év, és akkor, mint egy kompenzációképpen is, de hát azt úgy is föl lehet fogni, hogy attól függetlenül is, végül is hivatalosan annak rendje és módja szerint megkaptam a díjat. De az már a 90-es évek eleje volt. Szőcs Géza nem véletlenül került költői pályára. Édesapja Szőcs István újságíró, kritikus. Édesanyja Márton Ráhel műfordító. Így került az ifjú poéta a kolozsvári Bábesbújai Tudományegyetem bölcsészkarára, ahol 1978-ban orosz-magyar diplomát szerzett. Irodalmár családból származom,
És emiatt bennem volt egy ellenkezés, vagy távolságtartás, azzal kapcsolatban, hogy irodalmi pályára lépjek. Nem akartam azt, hogy sem azok a pozitív előítéletek, sem azok a negatív indulatok, amelyek például édesapám tevékenysége miatt keletkeztek, körülöttem is, tehát ez az egész családra érvényes volt, hogy ezekkel kelljen nekem, nem is, hogy megküzdenem, hanem foglalkozzon, tehát hogy belépjek ebbe a világba. Édesapám műkritikus, kultúrtörténész, édesanyám műfordító, meg gyermekkönyveket is írt. Szóval sok barátot örököltem ilyen módon, meg sok ellenséget is, de sem a barátok által képviselt hátszelet vagy felhajtó erőt nem kívántam igénybe venni. Azt mondják, pláne nem, hogy a negatív indulatok és motiváltságok érám irányuljanak. Teljesen a véletlennek köszönhető, hogy egyik verse eljutott az Utunk című kulturális hetilaphoz, emlékszik vissza a költő. K. Jakab Antal szerkesztőhöz került az írás, aki azonnal le is közölte azt. És valahogy ennek a véletlennek köszönhetően terelődött az én pályám ebbe az irányba. És innen már nem volt megállás. Az egyetemi éveket követően Sütő Andrásnak köszönhetően egy évig tanult Bécsben is. És közben ontotta a verseket, de mivel a fiatal kolozsvári költő publikált az Ellenpontok nevű szamizdat folyóiratban is, gyakorlatilag száműzték Romániából. Végül, amikor Svájc értesülvén arról, hogy rendkívül kritikus körülmények között élek, felajánlott egy politikai menedékjogot. Nem egyet, hanem felajánlotta a politikai menedékjogot. Ez volt 86 májusában, és akkor úgy látszik, az a döntés született, hogy akkor itt öntsünk tiszta vizet a pohárba, van hova mennie, húzzon el innen, és ne legyen több bajunk vele. És akkor kerekperec megmondták, hogy utaznom kell, adtak erre egy néhány hetet. Így Szőcs Géza 1986. augusztus 31-én egy szál nadrágban és ingben, útlevéllel a zsebében átlépte a román-magyar határt. Nem tudván, hogy mikor térhet vissza a szülőföldjére, vagy egyáltalán visszatérhet-e. És aztán ugye attól kezdve, ahogyan elhatározásom szólt is, a legkülönbözőbb nemzetközi fórumokon folytattam azt a jogvédelmi küzdelmet, amelyben én akkor ígéretet láttam arra nézve, hogy valamit javíthatunk a helyzeten, megfelelően tájékoztatva, vagy szóval befolyásolva a politikai döntéshozást Svájcban, Németországban, az Egyesült Államokban. És aztán így nagyon sok minden történt, külön amerikai kongresszus meghallgatott, a svájci parlament külügyi bizottsága. Tehát sokfele tüntetéseken vettem részt, meg akkor már jött a falu rombolásos történet. Tehát én az egyik első számú külhoni ellenségnek számítottam, de hát 89 karácsonya mindent megváltoztatott. Szőcs Géza ugyanis az elsők között tért vissza Erdélybe, ahol költői munkásága mellett politizálni is kezdett. És az akkoriban megalakult RMDS-nek, a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek lettem a kolozsvári szenátora és a főtitkára.
Aztán így indult el a közéleti pályám. Olyannyira, hogy a második Orbán kormány Nemzeti Erőforrás Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára is volt. De 2011-től ő a Magyar PEN Klub elnöke, 2012-től pedig a miniszterelnök kulturális főtanácsadója. Én politikusként is költő vagyok, és volt olyan idő az életemben, amikor költészetemben jelentősebb szerepet játszott a politika, de én nem is így határoznám meg, hogy a politika, hanem a jelen idejű történelem. Tehát kis politikai csatározások soha nem váltak témává a verseimben, de a nagy történelmi folyamatok lekövetése, letapogatása, megértése, azok gyakran a verseimben is és a színdarabjaiban is. Hogy ha te nem szövöd, megszövöm én, megszövi más. Egy nővérjő, ki szőnyeget sző mindig, hogyha éjszakás. Egy nővérjő, ki szőni tud, és folyton folyvást éjszakás. Míg tollruhát növeszt reá a visszafolytott jajgatás, és elrepül, s ezt sírja ifjúságodat, széthordta más, széthordta rég, ez nem vitás, ez nem vitás. Azért üldöztek, mert politikai felforgató irodalomnak minősülő tartalmakat fogalmaztunk meg és terjesztettünk. Ez a szocialista államrend megdöntésének kísérletétől, meg államellenes propagandától a hazaárulásig terjedő sáv a BTK-ban, mármint az akkoriban. És ez volt az oka, de hogy a kérdés lényegét megválaszoljuk, igen, a költői szónak akkoriban óriási volt az ereje, közvetlenül is, és közvetve is. Ami ma sajnos nincs így, véli a József Attila díjas költő, aki a miniszterelnöki főtanácsadói elfoglaltságai mellett ma is rendületlenül ír. Sőt, azt is elárulta, hogy hamarosan újabb művekkel jelentkezik. Körülbelül 400 oldalas könyv fog megjelenni az irodalmi jelenkiadásában. Azon kívül pedig egy másik könyvem, az a kolozsvári sétatérrel, a sétatér hattyúival foglalkozik, meg ennek kapcsán aztán a hattyú, mint motivum a költészetben, a sétatér, mint leírások tárgya, és mint egy fontos érzelmi központja a városnak, amely már évszázadok óta elmondhatjuk ezt róla. És ez magánkiadásban fog megjelenni, tehát a saját magánkiadásomban. Egy novemberi éjszakán, házkutatástól tartva, a folyóba dobtam egy magnószalagot. A te hangod volt rajta, hiszen tudod, melyik szalag lehetett ez. Azon túl még jó ideig, valahányszor átmentem azon a szamos hídon, mindig téged hallottalak a vízből.